Stefan Füle, az EU bővítési biztosa, Szuzana Grubješić-tel tárgyalt. A szerb EU integrációs miniszterelnök helyettes megígérte, hogy Belgrád teljesíti a Pristinával eddig kötött megállapodásokat, és bár sok kompromisszumra lesz szükség, folytatja Koszovóval a párbeszédet. Brüsszel ugyanakkor számít arra, hogy Szerbia növeli a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem hatékonyságát, mondta az EU bővítési biztosa. Arra a kérdésre viszont, hogy a már tagjelölt Szerbia mikor kezdheti meg a csatlakozási tárgyalásokat Brüsszellel, Stefan Füle nem volt hajlandó jóslatokba bocsátkozni. Ennél konkrétabban fogalmazott viszont Jelko Kacin, az Európai Parlament Szerbia ügyi jelentéstevője, aki a napokban szintén Belgrádban járt. Ő akkor azt mondta, az idén már biztosan nem várható pontos dátum, ugyanis Belgrád nem tudja teljesíteni az év végéig a tárgyalások megkezdéséhez szükséges feltételeket. Ivica Dačić, szerb miniszterelnök erre úgy reagált, hogy Kacin csupán a saját véleményét fogalmazta meg, és senki sem oktathatja ki Szerbiát ilyen könnyen. A kormányfő megismételte, Belgrádnak az a célja, hogy az év végéig vagy legkésőbb 2013 első felében kitűzzék a csatlakozási tárgyalások megkezdésének dátumát. Ivica Dačić kedden tárgyalt Brüsszelben az unió vezetőivel.